A Tokaj hegyaljai történelmi borvidék egyik gyöngyszeme Szegi. A település Sárospatak és Szerencs között a 37-es út mellett fekszik, Tokajtól mindössze 15 kilométerre. Takaros házai, szépen rendezett utcái, gyönyörű szőlőültetvényei, látványos borospincéi, valamint egyedülállóan szép bodrogpartja és az itt nemrégiben felépült víziturisztikai központ igazán vonzóvá teszi Szegit a Tokaj hegyaljára látogatók előtt. Szegi ősrégi, nagymúltú település Tokaj hegyalján. Már a bronzkorban is lakott volt, és a honfoglaló magyarok is letelepedtek itt. Első írásos említésük az 1300-as évekből való. A korabeli leírások együtt említik Bodrogkeresztúrral, Bodrogkisfaluddal és Szegilonggal, a Szegi vár tartozékaként. Elnevezése a tájék szóból ered, csodálatos fekvése miatt. A hegyoldalakról tényleg káprázatos látvány tárul elénk a Tokaji hegyjel, a Bodrog folyóval, egészen a távoli Tiszáig. Szegi századokon át a tokaji bor szállításának, az úgynevezett borútnak is fontos állomás helye volt, Kassán át Lengyelország és Oroszország felé. A község határában a Várhegyen állt Szegi vára. Ez a tatárjárás után épült. A Rákóczi szabadságharc idején azonban lerombolták a császári seregek. Ma már csak a vár messziről is jól kivehető alapzata látható. Szegi minden korban része volt és része maradt a Tokaj hegyaljai történelmi borvidéknek. Lakói az állattenyésztés mellett szőlőtermeléssel és borkészítéssel foglalkoztak. És hogy ezt nagyon komolyan vették, azt az is bizonyítja, hogy az 1500-as évek második felétől itt csak öröklés útján lehetett szőlőhöz jutni. A szőlőültetvények nagyon jó fekvésűek, és délkeletre teljesen nyitottak. A vulkáni talaj, a kedvezően meleg légáramlás, a Bodrog folyó biztosította páradós levegő, és a sok-sok napfény együttes hatása a legtökéletesebb a szőlő asszusodására. Ezért itt gyakran egészen kiváló évjáratú borok készülnek. Remek borászatok találhatók Szegi településen. Díjnyertes borokkal várják a kedves ide látogatókat. Ha jelzik, akkor természetesen étellel is párosulhat a borkóstolás. Borkóstolás történhet a szabad ég alatt és a pincében is. Ezt már a kedves turista válassza meg, hogy mit választ, úgyhogy merem ajánlani, remek borokkal várják az ide látogatókat. Szegiben a leghíresebb borospince a ma állami tulajdonban lévő Tokaj kereskedőházé. A cég jó 25 éve építette ki ezt a hatalmas pincerendszert. Több kisebb pince és bányajárat, illetve új ágak kialakításával. A borvidék legnagyobb egybefüggő, több mint 5 kilométer hosszú kétszintes pincerendszere ez. Közép-Európa legnagyobb boros pincéje. A legkiválóbb asszuk és muzeális borok érlelődnek e hatalmas boltívek alatt és az ide összefutó ágakban. Tokaj hegyalja templomaként is emlegetik a szegi pincészetnek ezt a részét, összeboruló kupolái és oszlopai miatt. Az ide látogató vendég a legkiválóbb tokaji borokat kóstolhatja itt. 5500 fahordó van jelenleg a pincészetben, amelynek befogadó képessége 18000 hektoliter. A vállak muzeális és prémium kategóriás borkészlete is itt található, 185000 palack bort érlelünk jelen pillanatban is. Előzetes bejelentkezés alapján fogadunk hétköznap és hétvégén is turista csoportokat. 3 kóstolóhelységünk van, amelyben összesen 160 főt tudunk egyszerre vendégül látni. Szegi legszebb természeti adottsága a Bodrog. Ez a folyó valahol a Kárpátok mélyén kristálytiszta hegyi forrásokból, patakokból duzzadt folyóvá,
hogy aztán Szlovákián keresztül Magyarországra érve megcsendesedjen, belesimuljon Zemplén szőlőhegyeinek lankáiba. Szívesen szerveznek innen vizitúrákat a településről. Ezeken a kikapcsolódás közben sok mindent megtudhatunk a folyóról. Szegi kitűnő földrajzi fekvésével vonzó célpontja a vízisportok, a horgászat és a vízitúrák kedvelőinek. Kivételes élményt jelentenek a Bodrog partján tett lovas kirándulások, s a túrázók állandó kiinduló és megállóhelye ez a Bodrog szakasz. Szegi igazi turisztikai attrakciója is itt van a Bodrog parton. A víziturisztikai bázis és kiállítóhely Európai Uniós támogatással épült. Mára kedvelt pihenőhelye minden ide látogatónak. Az épület fontos elnevezése víziturisztikai bázis és kiállítóhely. A Bodrogon érkező kajakos, kenusok, csónakosok, horgászok színvonalas kiszolgálását, kultúrát kiszolgálását szolgálná ez az épület. Szeretnénk itt kajakot, kenut tárolni, amit ki lehet lesz kölcsönözni. Az Erdőbényei Honvédüdülőnek lesz itt a kajak és kenu állománya. Közösen fogjuk ezt rendezni. Szeretnénk a környezetet még tovább alakítani, szeretnénk itt bográcsozó alkalmatosságokat kialakítani, hogy minél kellemesebben tudják itt az időt eltölteni a horgászok és a kikötni vágyók. Az épületről pár gondolatot, ebben van információs terem, van gondnoki helység, kiállítóhely, női-férfi vizesblokk, podgyászraktár, a felső része még nyitott, bármilyen rendezvénnyel kapcsolatosan lehet nálunk érdeklődni, esküvő, konferencia, jó időbe kellemesen el lehet itt tölteni az időt, mint mondottam, az alsó színpen pedig kajak és kenu kölcsönzési lehetőség nyílik. Most festménykiállítás van az épületben, gyönyörű képekkel, és bemutatkoznak a helyi borászatok is, úgy mint a Soltész, a Kubus és a Babics család. Gyönyörűek a boraik, úgyhogy várunk tisztelettel minden kedves vízen érkező, szárazföldön és vízen érkező vendéget. A víziturisztikai létesítményben a vízes blokkok mellett több száz kajak befogadására alkalmas tárolóhely, hatalmas panorámaterem és a földszinten kiállítóterem is található. Szegi a többi Tokaj-hegyaljai településhez hasonlóan turisztikai értelemben is látványos fejlődésen ment át az utóbbi években. Ilyen turisztikai bázisról álmodni sem mertünk, fogalmaz a polgármester, aki szerint megéri Tokaj-hegyaljai látogatásaink során ide is betérni. A kitűnő bor, a csodálatos Bodrog folyó, a zempléni hegyek és az itt élők vendégszeretete garancia a kikapcsolódásra. Irány Tokaj-hegyalja, jöjjenek el ide Szegibe, a történelmi borvidék gyönyörűséges településére.